Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. És csak félve kérdezem, hogy esetleg kis Nikolász az ezt a befektetési ZRT részvény elemzője van a telefonvonalunk túlsó végén? Igen, igen, ő van. Szevasz, én vagyok, jó reggelt. Látjuk a temát. Eltaláltuk. A temát nézzük, na, szépen produkálja magát az utóbbi időben. Ugye nagyon sokáig verték, ütötték a papírt, mert ilyen cégvezetés mizéria volt a temánál, de mintha összeszedte volna magát, hogy rosszul látom? Valóban most kezdi összeszedni magát azokra a hírekre, hogy komoly költségcsökkentések jöhetnek. Ugye ott kezdődött a teva számára a lejtmenet, hogy végülis kiderült az, hogy az amerikai piacon, ami neki a fő piaca, arra a piacra gyártja más cégek gyógyszerének igazából a másolatát, és az úgynevezett generikus gyógyszereket, és ebből van neki főként a nyeresége. És ez a piac, például indiai gyógyszergyártók törtek be erre a piacra, ami a verseny intenzitásának a fokozódásához vezetett, és idén már többször emiatt vissza kellett vágnia profit célját az idei évre. Emellett ráadásul van egy olyan gyógyszere is, amit ő maga fejlesztett, egy úgynevezett organikus gyógyszere, ami szintén a nyereség egy nagyobb hányadát adja. Ennek is a vártnál előbb érkezett egy új versenytársa a piacra, tehát kifejezetten rossz dolgok történtek most a távol az idei évben, és emellett ráadásul egy 35 milliárd dolláros adósság állománya van, és a következő években olyan nagyjából évi 4-5 milliárd dollárt kéne törlesztenie, és ez került veszélybe ezek kapcsán. És ugye ezek miatt volt, hogy igazából olyan, hát hónapok alatt, de több mint megfeleződött a vállalat árfolyama, és ahogy mondtad, pontosan az utóbbi hetekben, mintha megint elkezdett volna pislákolni, és emögött az van, hogy kineveztek egy új vezérigazgatót a vállalat élére, aki egyébként korábban már egy hasonlóan bajban levő cégnél komoly átstruktúrálásokat hajtott végre, és végül sikerült megfordítani a vállalatot, és most ő jött ide a tevához, nagyjából egy hónapja, és december közepén jelenthet majd be komoly struktúrálásokat a vállalatnál. És a Bloomberg szellőztette meg még az előző hét vége fele azt, hogy ez azt jelentheti, hogy a nagyjából 57 ezer főt foglalkoztató vállalat 10 ezer főt bocsáthat el, tehát ez nagyjából olyan 10-15% körüli létszámleépítés következhet majd, és a következő két évben olyan évi 1,5-2 milliárd dollárral szeretné csökkenteni költségeit, főként a kutatás és fejlesztésen, és ez a kutatás és fejlesztés üzletág tipikusan a legnagyobb költségelem itt a munkaerőköltségek, és emiatt következhet ez a létszámleépítés. Egyébként korábban már izraeli lapértesülések szerint az izraeli dolgozóinak 25%-át is elbocsáthatja a vállalat, tehát korábban már ez is megjelent, ez csupán 1700 fő lenne. Ugye a mostani hírek azok ennél sokkal nagyobb horderejűek, és igazából ennek örültek meg a befektetők, hogy valóban a vállalat komolyan veszi ezt az átstruktúrálást. Ugye nemrégiben például a szintén bajban levő General Electric jelentett be hasonló átstruktúrálásokat, azonban ott azt követően tovább esett a részvény árfolyam, mert sok konkrétum nem hangzott el az ottani vezérigazgatótól, úgy fest, hogy a Teva esetében ez kicsit másképp festhet, és például a pénteki amerikai kereskedésben már egy 7%-os részvény árfolyam emelkedést láthattunk ezekre a hírekre, tehát egyelőre úgy tűnik, hogy a befektetők megelőlegezik az új vezérigazgatónak az árstruktúrálási tervét, és majd december közepén, még pontos dátum nincsen, de korábban azt nyilatkozta, hogy december közepén állhat elő majd a részletes tervekkel. Tehát mindenképpen ezt majd érdemes figyelni. Hát, hogyha sikerül neki, akkor ez egy komoly turnaround sztori lehet, mert hogy ugye említetted, az elmúlt év pár hónapban lefeleződött, de az elmúlt
két évben, ahogy nézem le, hatodolódott. Igen, ha jobban visszamegyünk az év, akkor még ennél hát is itt nagyon durva. Igen, igen, igen. De itt most és annak egy jelentős látszik, részét azt idén hozta össze valamikor 2017 elejétől. Igen, igen, igen. Akkor igen. Elképesztő ilyen 7-8%-okat zuhantak. Ezt mondta Nikol azt, hogy most nagyon gyorsan esett a 32-es szintről, de a 13-as pontosan 32-ről, most pont 16,06-on zárt, tehát pont egy feleződés lenne ez. Augusztus eleje óta, de volt ennél rosszabb is. Igen, de ez izgalmas. 10 körül értékeket is. Izgalmas megjárt. Akkor figyelgetni, mert itt lehet, hogy... Lehet, hát de nagyon tudatos ez a sztori, hogy igen. Rájöttek ugye a problémára, folyamatosan arról volt hangos a különböző ilyen tőzsdei hírek, hogy vezérigazgató probléma, keresik az új vezért, stb. Most jó embert találtak, ezt úgy látszik bizalmat szavaz a piac, és akkor szépen lassan építi föl az árfolyamot. Bizony, igen, ez így van. Ugye még érdemes megvárni, hogy itt mik lesznek a pontos tervek, de ezek az előzetes szivárogtatások, amik azért általában helytállóak szoktak lenni. Tehát a Bloomberg azt mondta, hogy az ügyhöz közel álló források szerint, akik maguk ott dolgoznak a vállalatnál, ezek általában úgy beszoktak jönni. Tehát úgy fest, hogy itt tényleg komoly és konkrét intézkedések lesznek majd. Na szépen, én ezt elraktam ide a figyelő listámra. Van-e még valami sztorid, vagy ez volt a fő? Volt. Ez jó volt mindenképp. Ez elég végül is úgy ez volt. Jó, az év vége és karácsonyhoz közeli kevésbé eseménydús időkben. Nézd, ha ez kifizetődik, ez majd a jövőben kiderül, akkor ezt az egyet is megköszönjük nagyon. Köszönjük okay, szépen. Jó munkát. Köszi szépen, és szép napot nektek még, és üdv a hallgatóknak is. Kis Nikolásszal, az Erste Befektetési ZRT részvényelemzőjével beszélgettünk a Teváról. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.